Kedves vendégeink, tisztelt igazgató úr, tanáraink és kedves diákok! Sok szeretettel köszöntünk minden résztvevőt az 5. alkalommal megrendezésre kerülő fizika napon, a Krúdi Középiskola egyik legnépszerűbb rendezvényén. Ez a nap a csillagászat jegyében zajlik. A fizikán kívül sok-sok más tantárgy is bekapcsolódott e jelentős eseménybe. 60 helyszín érdekes bemutatói és diákjaink élményekben gazdag előadásai várják az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a felfedezések és meglepetések örömét. Köszöntöm a rendezvény fővédnökeit, Kara Ákos urat, a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat alelnökét, Dr. Otto Fi Rudolf urat, a Győr megyei jogú város alpolgármesterét. Köszöntöm a védnököt, Horváth László képviselő urat. A szakmai védnököket, Mizser Attila urat, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárát. Fete Gábor urat, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökségi tagját, a győri csoportvezetőjét. Valamint köszöntöm a rendezvényen megjelent Barla Ferenc urat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megyei elnökét. Demeter László urat, a Nemzeti Tankönyv Kiadó középiskolai üzletek vezetőjét. Galgóci György urat, festő, szobrász és grafikus művészt. Valamint Németh János urat, fotóművész és grafikust. Köszöntöm a város társadalmi és oktatás irányítási szervezeteinek képviselőit, valamint a felsőoktatási intézmények képviseletében megjelenteket. Külön szeretnénk megköszönni a Concord, a Deák Papír, a Magyar Csillagászati Egyesület és Győri csoportja, a Holcim ZRT, a Praktiker, a Messer Hungarogáz, a Mennyhárt és MKFT, a Pannon GSM, az Ausztrotern, a Logo Marcali BT és valamennyi szponzorunk segítségét, támogatását. Elsőként felkérem Nagy Attila igazgató urat köszöntője megtartására, majd vendégeink hozzászólásai következnek. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte a mai rendezvényünket. Köszöntöm a védnökséget vállaló urakat, és természetesen a védnököket és a szakmai védnököket, valamint szeretném megköszönni, hogy a szponzoraink megtisztelték a rendezvényünket, nem csak támogatnak bennünket, hanem kíváncsiak is arra, hogy mire használjuk mindezt. Egy ilyen nagy rendezvény nyilvánvalóan nem jöhet létre csak úgy, egyik pillanatról a másikra, nagyon sok embernek a munkája kell hozzá. Engedjék meg, hogy először megköszönjem mindazoknak a kollégáknak, diákoknak a munkáját, akik sok-sok órát, időt áldoztak arra, hogy ez a rendezvény ilyen formában ma létrejöhetett. És ha megbocsátanak a többiek, egy-két csoportot külön ki is emelnék. Az egyik ilyen csoport az iskola karbantartói, akiknek külön szeretném megköszönni az utóbbi napokban mutatott hatalmas együttműködést, és az informatikai, technikai hátteret biztosító kollégáknak, hiszen ez nem egy egyszerű dolog. És akkor magáról a rendezvényről. Én úgy hiszem, hogy már ideje volt ezt a rendezvényt megcsinálnunk, mármint ezt a témát, a csillagokat. Hiszen tudjuk azt, hogy a csillagoknak a jelentése az emberek közötti kommunikációban nagyon eltérő. Talán nem mondok túl nagy hamisságot, ha azt mondom, férfi kollégáim is gyakran eszükbe jutott kortól függetlenül, tehát a fiatalabb korosztálynak is egy-egy bűbájos szempárba nézve, hogy lehoznám néked a csillagot is az égről, és mi most ezt megtettük. És talán megbocsátanak a hölgyek, nem azért tettük, hogy most a romantika érvényesüljön, hanem azért, mert nincs annál fontosabb, mint hogy meglássuk azt, hogy a tanítványok szemében hogyan csillog az az elszántság, az az alkotás vágy,
amit nap mint nap tapasztalunk a fizika napjával kapcsolatban. Immár 5. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt. És ha már a csillagokról van szó, meg kell említenünk még egy fontos dolgot. Talán a csillagászat az a tudomány, amelyhez a legtöbb együttműködés szükséges. Generációknak kell együtt dolgozni ahhoz, hogy az adatok rendeződjenek, és a végén értelmes kérdéseket tudjunk feltenni. És ez a másik fontos üzenete ennek a napnak, hiszen a természettudomány az arról híres, hogy kérdéseket tesz fel, és a válaszokat megpróbálja értelmezni, a választ a természet adja. A természet mindig tud választ adni. Ez a rendezvény remélhetőleg segít abban, hogy a későbbiek során jó kérdéseket tudjunk feltenni. Aki úgy távozik, hogy kérdések motoszkálnak a fejébe, már nem járt itt hiába. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Következik Kara Ákos úr. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves igazgató úr, alpolgármester úr, kedves szervezők, tanárok, kedves fiatalok, tisztelettel és szeretettel jöttem. Én legutóbb maguknál akkor jártam ilyen rendezvényen, amikor a víz volt a téma. Tudom, hogy azóta sok víz folyt le a Dunán, sokakkal sok minden történt, és gondolom, hogy nagyon sok fiatal érkezett ebbe az intézménybe. Nekem külön megtisztelő, hogy azért lehetek itt, mert ugye mi megyei önkormányzat, a városban ilyen típusú intézményt nem tartunk fenn, nem üzemeltetünk. Más típusú intézményeink vannak, és nekem ez egy nagyon nagy élmény és egy nagyon nagy tapasztalat látni önöket, ezt a gondos előkészületet, hát és azt a sok-sok hát lelkes értékőrzés, értékteremtő szándékot, amivel nagyon magas színvonalon újra és újra megrendezik ezt az eseményt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok, kedves tanárok, én azt kívánom önöknek, hogy legyen erejük és hitük, és a mai napon sok-sok tapasztalatuk és jó kedvük legyen, hogy meg tudják tartani későbbiekben is ezt a rendezvényt, és kedves fiatalok, amit itt látnak, tudást, emberséget, előkészületet, gondosságot, azt pedig vigyék tovább, vigyék magukkal az életbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sokaknak kell megköszönni a mai napon, hogy itt lehetünk, hogy itt lehetek én is, és itt lehetünk mindannyian, sokaknak kell megköszönni, hogy nagyon sok vidéki iskolából most ide irányítódik a figyelem. Nekik üzenjük az internetes közvetítésen keresztül, hogy érdemes a Krúdiba jönni, sokat lehet a Krúdiban tanulni, jobb embernek lehet lenni, és sok tudást lehet ismeretet lehet szerezni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát sokaknak köszönhetem, én is köszönhetjük, hogy itt lehetünk. Engedjék meg, hogy igazgató úrnak és Mészáros Péter tanár úrnak külön megköszönjem egy icipici ajándék segítségével ezt a gondos, nagyszerű emberi és szakmailag is tökéletes előkészületet. Köszönöm szépen, hogy volt türelmük, hogy végighallgassák a mondandómat, és ahogy a vizes napon tettem annak idején, most ezen a napon is megpróbálom majd végignézni, végigbogarászni az önök által gondosan előkészített eseményeket. Köszönöm szépen! Dr. Ottófi Rudolf úr következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok! Engedjék meg, hogy az üdvözlés ilyen egyszerűen elintézzem, hisz többen már részletesen megtették ezt én előttem. Igazgató mondandójára szeretném én is fölhívni a figyelmet. A csillagászat, az a természettudománynak egy olyan szinte magában is interdisziplináris felülete, amelyben a teremtett világnak a határait keresgéljük, feszegetjük, és tesszük fel a kérdéseinket a természet számára. Igazgató úr mondta, hogy a természet mindig válaszol, a mi dolgunk az, hogy megértsük ezeket a válaszokat. És úgy gondolom, hogy az a sok természettudományos szakember és számomra is ismerős fizikus kolléga, akik most itt vannak, és az a rengeteg diák, aki lelkesen részt vesz ezen, és már hosszú ideje készül erre a csodálatos seregszemlére. Ők mind-mind azon fáradoznak, hogy ezeket a kérdéseket minél jobban megértsük, és közkincsé tehessük. Tulajdonképpen a természettudománynak ez a feladata, ez az a csodálatos terület, amelyen mindenki, aki természettudományokkal foglalkozik, néha megszédül a lehetőségektől, és én ezt kívánom a fiataloknak is, hogy ismerjék meg a lehetőségeket, szédüljenek meg tőle nyugodtan, és az iskola befejezése után készüljenek egy olyan pályára, amely további sikereket ígér.
Én ehhez valamennyi pedagógus kollégának, akik a felkészítésben, az ötletek kitalálásában közreműködtek, és azok a lelkes diákok, akik mondjuk DVD nézés, diszkózás helyett drága szabadidejüket arra fordítsák, hogy ezeket a kérdéseket próbálják feltenni és a kapott válaszokat lefordítani a saját nyelvünkre, nekik nagyon sok sikert kívánok az életbe, és azt kívánom, hogy találják meg azt a szakterületet, amelyben nagyon sok örömüket fogják találni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mizser Attila urat kérem, köszöntője megtartására. Hát nem tudom, mit mondjak. Elképedés, meghatottság, mindenféle van benne most így körülnézve itt a sok fiatal arcot és a rengeteg csillagászati standot végignézve. A csillagászat nemzetközi éve mögöttünk van, de én nem emlékszem arra, hogy hasonló rendezvény és hasonlóan kedves rendezvény lett volna az egész évben, az egész országban. De hát az évet szeretnénk tovább vinni, a Nemzetközi Csillagászati Unió is szeretné tovább vinni, és annak idén, amikor tanár úrral többször is konzultáltunk ezzel a nappal kapcsolatban, akkor is szó volt arról, hogy ők szeretnék tovább vinni a csillagászat évét. Hát ez nagyszerűen sikerül, úgy látom. Nem szeretném sokáig húzni a szót, az biztos, hogy szeretnék elvegyülni mindenütt, jelen lenni, ahol csillagászat folyik, itt a teremben és azon is túl. Krúdiról azért valamit eszembe jutott. Ő ugye róla nem közismert az, hogy túlságosan érdeklődött volna a csillagászat iránt, mint például másik nagy költőnk, írónk, Jókai Mór. Álomvilág, amit ő megírt, amit ő rögzített a magyar valóságból, és a valóságot is rögzítette. Én körülbelül egy méternyi Krúdit olvastam az elmúlt 30 év leforgása alatt, és nem sok csillagászati motívum jutott az eszembe, de például leírt egy ilyen kis, talán a Szent Mihály ciklusban egy ilyen kis novellában egy olyan eseményt, hogy és akkor Budán, amikor déllövés volt a Főreál gimnáziumban, felrebentek a galambok, több évtizeden keresztül Budán az igazi csillagászati delet egy gimnázium ablakából elsütött kis ágyúcskával jelezték. Ez a második világháborúban ennek persze vége lett, mert a szovjet csapatok elkobozták a veszélyes fegyvert, azóta sem sikerült felújítani. Minden esetre a helyi délnek a jelzése az egy nagyon fontos dolog volt, a helyi igazi délnek a jelzése nagyon fontos dolog volt, például Prágában is volt egy hasonló déllövés, szintén a második világháború tájékán tűnt el. Hogyha mondjuk itt a Krúdi gimnáziumban minden délben lőnének egy jó nagyot, az egy nagyon szép hagyomány továbbvitele lenne, vagy ha egy napóra jelezni az igazi delet, az még szebb lenne. Hát sajnos nekünk a delet nem jelzi most a nap, mert úgy látom, hogy borult az idő, de hogyha valamikor egy napóra keletkezhetne, születhetne itt a gimnázium tájékán, azt nagyon nagy örömmel köszönteném. Hát éljen a csillagászat napja! Következik Pete Gábor úr. Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm itt a résztvevőket. Hát nagy örömmel jöttünk. A Győri Csillagászatnak a Krúdi szakközépiskolával már régóta van gyümölcsöző kapcsolata. Mészáros tanár úr évek óta hoz fel hozzánk csoportokat fel a csillagvizsgálóba, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy örömmel tettünk eleget annak a felkerésének, hogy az idei fizika napján mi is a távcsöveinkkel, amiket itt láthattok rögtön a bejárattal szembe, mi is egy picit most nem titeket hozzunk az elebb a csillagászathoz, a csillagvizsgálóhoz, hanem a csillagvizsgálót hozzuk ide hozzátok. Leértett nagy örömöteket ezekben a távcsövekben, és én úgy gondolom, hogy ha egy picit sikerült ezzel kedvet csinálni, akkor talán érdemes lesz feljönni hozzánk is a bemutató csillagvizsgálóba egy következő alkalommal, akár tanár úr vezetésével, akár tőle függetlenül. Kellemes és jó szórakozást kívánok én is mindenkinek a mai napon. Barla Ferenc úr következik. Tisztelt hallgatóság! Az elmúlt néhány hónap egyáltalán nem nagy port felkavaró híre volt, hogy 2009. szeptemberében mindössze 4 darab fizikatanár hallgató kezdte meg tanulmányait MSC szakon az egész országban. Ha belegondolunk, akkor 20-20
valahány év, 20-30 valahány év múlva ezek szerint csak 4 fizikatanár lesz az egész országban. Sajnos a kép, a számítás ezt mutatja. Én nagyon bízom benne, hogy Mészáros Péter tanár úr, elnök úr és a Krúdi Gimnázium ezen rendezvénye a lehető legnagyobb mértékben járul hozzá ahhoz, hogy 20-30 év múlva az egyetemeken ne szereljék le a fizika tanszéktáblákat. Köszönöm a figyelmet! Horváth László úr következik. Kedves diákok, ha egy kisgyermek születik, akkor szülei sokszor fölnéznek az égre, és azt mondják, hogy fiam, az a te csillagod, vagy lányom, az a te csillagod. Ha valaki meghal, akkor is azt mondják, hogy a csillagok közé távozott. A székelyek a himnuszban várják Csaba királyfi megjöttét a csillagösvényről. Tehát maga a csillagászat egyrészt fizika, de másrészt az emberi lélek is. Azzal való foglalkozás, a csillagokhoz kötődő énekek, dalok, mítoszok, úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a léleknek a finomítása terén. És nagyon örülök annak, hogy az én választókerületemben van egy iskola, aki ezt megrendezte, szívemhez nagyon közel álló témát. Kívánok mindenkinek a mai napon nagyon sok ismeretanyag begyűjtését, nagyon sok szórakozást és a lélek finom emelését. Köszönöm a figyelmet! Az iskolai emlékkönyv aláírása következik. Aláírásra kérem rendezvényünk fővédnökeit, Kara Ákos és dr. Otto Firodolf urakat. A védnököt, Horváth László képviselő urat. A szakmai védnököket, Mizser Attila és Pete Gábor urakat. Az iskola vezetése nevében Nagy Attila igazgató úr. A természettudományi munkaközösség nevében Kajdi György tanár úr, a diákok nevében pedig Bicó György, 12. J osztályos tanuló írja alá az emlékkönyvet. Szeretettel köszöntjük iskolánkban Farkas Bertalant, az első magyar űrhajóst. Szeretnénk megkérni, hogy tisztelje meg iskolánkat azzal, hogy aláírja az emlékkönyvünket.
Köszönjük szépen! Fogadják szeretettel az iskolai énekkar és a résztvevő diákok közös rövid bemutatóját.
rámutattak a csillagképünkre, hogy most a vízöntő csillagzat látszana a nap mögött, ha egyáltalán a nap is látszódna. Nekem az a tisztem, hogy a legelső kísérletet elindítsam. Ugyanúgy, ahogy 5 évvel ezelőtt elindult a legelső kísérleti napunk, akkor a fukóingát indítottuk el ünnepélyesen, és most el szeretném ott elindítani. Egy pici utat szeretnénk kérni a kamerának, de amíg a kamera szépen lassan odaér, addig 3-4 mondatot hadd szóljak én is minden kedves vendégünkhöz és résztvevőhöz. Nagy matematikusunk Bolyai János mondta azt a megfelelő matematikai tételének felfedezésénél, hogy a semmiből egy új világot teremtettem. Lényegében a krúdisok is semmiből, egy üres aulából teremtettek egy új világot, láthatóan és kézzelfoghatóan, amihez gondolat, akarat, együttműködés, tervezés, tett volt a szükséges. Mi az univerzumnak egy nagyon kis szeletét próbáljuk itt modellezni az eszközeinkkel. A legnagyobb kísérletet már most elvégeztétek. Ha itt vége lenne a rendezvénynek, azt mondom, hogy már megcsináltátok a legnagyobb kísérletet. Bebizonyítottátok azt, hogy valóban az egész univerzum tervezett és egy teremtő akaratot feltételez. Mert hogyha egy ilyen kicsi, idézőjelben kicsi eszköz és kiállítás ennyi tervezést és akaratot és előrelátást, gondoskodást igényelt, akkor vajon az igazi mennyit igényelt? Ez nagyon egyszerűen alátámasztható, mert a kereszténység és a zsidóság által is elfogadott és ismert, közismert teremtéstörténetben, Mózes első könyvében szépen alátámasztódik, hogy ez egy tervezett, megnyugtató világ, ami a káoszból a rendbe, a tervezettségbe alakult át. Így kívánok minden kedves látogatónknak egy szép, rendben végigmenő ismeretszerzést, élményszerzést. És a jelszavunk, ahogy itt a pólónkon is látszik, hogy nézd, láss, szárnyalj, gondolkozz. Minden kedves látogatónk ne csak nézzen, hanem lásson is. Szárnyaljon velünk együtt, gondolatban és lélekben, mint ahogy mi eddig terveztünk és szárnyaltunk. Szárnyaljatok velünk. Mindenkinek kellemes nézelődést kívánok. És azt kérném, hogy én itt ezzel a csillagszórós eszközzel fogom elindítani az ingát. Ehhez méltóan tessék szíves velem együtt 10-től visszaszámolni, és remélhetőleg 10-re elindul az inga. Jó? Akkor egy közös kísérlet. Jó? 10-től visszaszámolunk. No, akkor szépen lassan. Egy meggyújtás kérek. Jó? Igen. Most izzítjuk a rakétákat. És akkor 10, 9, 8, együtt, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és 0. Így van, és elindult a fukóinga. Mindenkinek jó nézelődést, kellemes időtöltést kívánok. Hajrá! Hajrá, Krúdi!